közösség összetartozását megtestesítő épület a templom. Vajon nem csak maga a Fellner által tervezett építmény, de minden festménye a falu történetét mutatja be. A közelmúltban lezajlott Al-Szakra fesztivál keretében a felújított baji római katolikus templom kapui is megnyíltak a nagy közönség előtt. Az Al-Szakra fesztivál egy új kezdeményezés, néhány éve kezd szárba szökkenni, és igazából arról lenne szó, hogy az egyházművészetnek, a templomok művészetének az értékeire tereljék a figyelmet, nyilván tartalmilag is arra, amiről az egyházak, a templomok szólnának. Most már vidéken is több helyszínen belekapcsolódnak az Al-Szakra rendezvényeibe, de ettől függetlenül is máskor is érdemes odafigyelnünk ezeknek a templomoknak az értékeire. Így van ez különösen a vidéki, sőt a falusi templomokkal, hiszen a falvakban nagyon kevés védett épület van, kevés műemlék van, ahol kizárólag a falunak a plébánia temploma tartozik ezek közé, az épületek közé. Itt a mi környékünkön, az egykori Eszterházi uradalomnak a területén általában 18. századi templomokkal találkozunk, hiszen az uraság, Eszterházi József és az utódai, amikor ezt a birtokot berendezték, akkor igen nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a falvakban a lelki gondozás, illetve a katolikus hit megerősödjön. És ennek érdekében plébánia templomokat építettek, vagy a korábbi templomokat tataroztatták, de előbb-utóbb mindenhol fölépült, mindegyik faluban, mindegyik községben, illetve Tatán fölépültek az új templomok. Itt Bajon is pontosan erről van szó. A falunak az ékessége, a legszebb épülete, a legművészi szempontból is a legértékesebb ingatlana a római katolikus templom itt a falu közepén. A templomnak a története beágyazódik ebbe az Eszterházi féle alapításba, abba a korszakba, amikor a környéknek a templomai máshol is ugyanígy épülnek. Állt már itt egy korábbi templomépület is, amikor a 18. század közepén újra telepítik a falut, és megérkezik ide a német ajkú lakosság, akkor természetesen a legfontosabb, legelső teendők közé tartozik a templomnak a felépítése, az új templomnak, a nagyobb, tágasabb, tisztább, új divat szerinti templomnak a fölépítése. Az 1760-as években Fellner Jakab készíti el a terveket, ahogy az uradalom területén máshol is, tehát nagyon gyakran találkozunk ezzel a templomtípussal, jellegzetesen Fellner Jakab munkájára kell ismernünk benne, annak ellenére is, hogy a templom falainak a fölépítése, a templomépítkezés befejezése már túlnyúlik Fellner Jakab életén, és a befejezés már a következő építőmesterekre marad. Elkészül a templom terve, valószínűleg nem csak az alaprajz, hanem a látványtervek is, mert hogy minden ízében Fellner Jakabnak a szellemét képviseli ez az épület. Leteszik az alapkövet, elkezdik ásni az alapot, aztán hosszan elhúzódik az építkezés. Hogy mégis Fellner Jakab templomáról van szó, azt a párhuzamok erősítik meg például, meg természetesen az, hogy a templom alapfalai kirajzolják a leendő épületet, tehát pontosan lehet tudni, hogy milyen boltozati rendszerek lesznek, milyen lesz, hol lesz a torony, milyen lesz a homlokzatnak a szerkezete. A falusi plébánia templom típusának a kidolgozásához nagyon sokat tett hozzá Fellner Jakab. Ez a típus a középtornyos templomnak a típusa, tehát a homlokzaton, ahol be is tudunk lépni a templomépületben, a homlokzaton középen emelkedik egyetlen egy torony. A torony aljon keresztül jutunk be a templomtérbe. A templomtér aztán általában egy két boltszakaszos függő kupolákkal, csesüvegboltozattal fedett tér, amelyhez egy szűkebb szentély csatlakozik, ami ugyanúgy csesüvegboltozattal szokott boltozva lenni. Itt ebben az esetben egy pici kis változást tapasztalunk ezen az egy ponton.
A toronyai után van egy rövidebb szakasz, az énekes karzatnak a szakasz, ezt ma kórusnak hívjuk. Tehát ezeket tudjuk megfigyelni itt is a Bai templomon. Nagyon különleges a Bai templomnak a homlokzata, és egy kicsit talán egyedibb megoldást mutat, mint a környékbeli templomok, a valamivel későbbi agostyáni vagy a szomódi. A templomkapu ugyanis egy nagyon szép építészeti motívuma, egy fülkével van kiemelve, a fülkének a két oldalán a felnerjakabra jellemző vakolatsávos díszítés, és a fülkét, az edikulát, ezt a bemélyedő fülkét, ami a kaput magában foglalja, egy timpanon koronázza meg. Ehhez hasonló megoldást találunk egy másik nagyon jellegzetes Fellner templomon, az Andornak tájai templomon, amit Eszterházy Károly püspökként terveztetett, és így adott megbízást a tervekre Fellner Jakabnak. Pontosan a 60-as években készül az is, az eljut a befejezésig. Ennek a befejezése és a megáldása, felszentelése 1794-ben történik, a pontos évszámot is ismerjük, és azt is tudjuk, hogy Szerenka Pál tatai plébános volt az, aki ebben az időben, akihez ebben az időben filiaként a Bai templom tartozik, és aki a templomnak a megáldását végzi, illetve meg is tolja ezt a gesztust azzal, hogy személyesen ad pénzt, személyesen lesz a donátor a templom főoltárának. A templom belső berendezése már az 1790-es éveknek az új stílusát mutatja, már nem kimondottan barokk, hanem az úgynevezett klasszicizáló késő barokk, vagyis a cof stílus szerint készül el a főoltár is, és a szószék is. Tehát kicsit az építészeti szerkezet, az építészeti váz előtérbe kerül, és megjelennek a füzérdíszek. Tehát ez egy klasszicizmus felé haladó stílus. Érdekes, hogy nem kőből, nem stukkó márványból, vagy nehogyisten márványból készül el a főoltár, hanem egy olcsóbb változatát alkalmazzák, amikor a fát festik márványozott felületűre. A főoltár a templom titulusát mutatja, a főoltár kép a templom titulusát mutatja, Szeráfi Szent Ferenc alakját, vagyis Assisi Szent Ferencről volna szó, aki a feszület előtt elmélyülten, átélten imádkozik a felhőkön, a barokk festészetnek a hatásaként kis angyalok, szárnyas angyal fejecskéket látunk, angyalok lebegnek. Nyilván köze van a Szeráfi Szent Ferenc titulushoz, az Assisi Szent Ferenc titulushoz, annak is, hogy a templom mindvégig a tóvárosi kapucinus atyáknak a patronálása alatt áll, tehát ők azok, akik itt a templomi szolgálatot végzik, és a templom pedig nem önálló, hanem a tatai plébániához tartozik nagyon sokáig, tulajdonképpen a 20. századig. 1947-ben van először önálló bai plébános, önálló pap, egészen odáig a kapucinus atyáknak a gondozása alatt áll, és hát nyilván ők a ferences szellemiséget közvetítették ide erre a gondozásuk, lelki gondozásuk alatt álló szent helyre is. Nekik tulajdonítható jó néhány értékes festmény itt a templomtérben, és talán érdemes ezeket is közelről megnézni, mert olyan sok mindent elárulnak a barokknak a lelkiségéről, a katolikus egyháznak a lelkiségéről, a szenteknek a kultuszáról. Azok a festmények, amelyek szenteket ábrázolnak itt a templomban, mindegyik barokkalkotás, vagy provinciális, vagy egészen kimagasló minőségű barokkalkotás, és mindegyiken olyan szenteknek az alakját látjuk, akik nagyon-nagyon fontosak voltak, hogy úgy mondjam, hasznosak voltak itt a falu életéhez, hozzátartozott az ő jelenlétük és az ő erős segítségük. Az énekes karzat felőli falon látunk egy képpárt, ezek is 18. századi képek, a keretükkel együtt éppen megvannak. A korszaknak két nagyon fontos és gyakran ábrázolt szentjét mutatják, Szent Sebestyént, illetve Szent Flóriánt. Szent Sebestyén a járványok ellen védelmez. Általában úgy ábrázolják, hogy nyilak fúródnak a testébe, hiszen így próbálták őt elpusztítani. Annak idején az ókeresztény időkben egy római katonáról volna szó.
a sebek miatt, a számos seb miatt, amit a nyilakkal ejtettek rajta, a számos seb miatt lett ő a sebbel járó betegségeknek, a ragályos betegségeknek a védőszentje, hát legfontosabb ezek között természetesen a pest is, ami még a 18. században is eleven veszedelemnek számított az ország területén, vagy hát Európában. És mivel Szent Sebestyén egy alkalommal az imádság erejével megvédte Rómát, az ő saját városát a pestis ellen, ezért a legerősebb pesti szentek közé tartozik. A korszaknak a fogadalmi oszlopain a többi pesti szent között mindig megtaláljuk az alakját. Tehát itt a járványok elleni védelem miatt kerül ide az ő alakja, és emiatt lehetett hozzá imádkozni. Szent Flórián szintén egy római katona, szintén az ókeresztény időknek a szentje, akit vízbe folytottak, és talán emiatt lett ő a tüzeknek a védőszentje, mert hogy a víz segítségével talán meg tud óvni a tűzvészeknek a veszedelmétől, ami megint csak egy nagyon eleven veszedelem a 18. században, hiszen hogyha a nádasházakban valahol föllobban a tűz, akkor lángra kaphat az egész falu. Folytatva tovább ezeknek a szenteknek, az itt látható szenteknek a bemutatását, figyeljünk föl Nepomuki Szent Jánosnak a jelenlétére. Az őt ábrázoló képet nyilvánvalóan a kapucinus atyák hozhatták ide Tóvárosról. Az oltárkép az ikertestvére a Majki Kamalduli kolostorban elhelyezett egyik cella, Majki Kamalduli kolostor egyik cellájában elhelyezett oltárnak, tehát egy ugyanazon kézalkotása, és egy nagyon különleges kép azt mutatja, hogy Nepomuki Szent János a Madonna előtt térdepel, és fölajánlja neki azt a testrészt, az ő szent nyelvét, ami miatt ő a mártíromságot szenvedte, hiszen mivel nem árult el a gyónási titkot, ezért ölte meg őt a cseh király Vencel, és mutatja föl ezt a szent nyelv motívumot, amit öt csillag vesz körül, ami megint csak a szent legendájának egy kulcsmotívuma. Tehát egy igen jó minőségű és nagyon ikonográfiailag is nagyon tudatosan kidolgozott képről volna szó. A Sekrestye felőli falon látható a negyedik szentünk, Szent Orbán. Ő egy püspök szent volt, és hát megint csak ezen a helyen nagyon fontos az ő jelenléte. Ő az, aki a szőlőhegyeket védi. Szent Orbánnak május végére esik az ünnepe, amikor a fagyos szentek szoktak megérkezni ide mi hozzánk, és éppen ezért, tehát tulajdonképpen a naptár miatt, a véletlen miatt ő az, akit azzal bíznak meg, azért folyamodnak hozzá, hogy a fagy elől a szőlőket, a virágzó szőlőket megmentse. Tehát itt a falunak a teljes életét úgy gondolom össze lehet foglalni ilyen módon. További 18. századi festmények ábrázolásai is kapcsolódnak a falu történetéhez. Ezek a festmények még mindig annak a korszaknak az alkotásai, akkor születtek, illetve akkor kerültek ide, amikor még a templom kegyura az Eszterházi uraság, Eszterházi József, illetve az utódai Eszterházi Miklós, Eszterházi Ferenc és a többiek, illetve a templomba a kapucinus atyák járnak szentmisét tartani, gyóntatni, esketni és temetni. Tehát 18. századi képekről lenne szó. Egy nagyon szép kép látható a szentélyben elhelyezve, és megint csak egy igen-igen fontos szentről volna szó, Szent Venderről, aki a falu életében nélkülözhetetlen, és másfelé is látjuk az alakját a német ajkú falvakban, de más falvakban is, de elsősorban a német ajkú falvak ápolják a kultuszát. Szent Vendel a pásztoroknak a szentje. Itt egy egész alakos képen látjuk, azért is beszélek róla, kiemeltem, mert egy különleges alkotás, ami akár oltárkép is lehetett valahol. Az idekerülésük egyelőre bizonytalan, gondolom, hogy kutatással itt a képek sorsa talán kicsit jobban tisztázódna. Tehát az idekerülése bizonytalan, de oltárkép is lehetett, és azt rebesgetik róla, hogy talán ez is esetleg más alkotásokkal együtt a Majki Kamalduliaktól kerülhetett ide. Ugye 1782-ben
a kamalduli kolostor együttes élete véget ért II. József rendeletével, és attól kezdve zárolták a vagyont, és eladásra, árverésre bocsátották, tehát nyugodtan kerülhettek ide is onnan, akár a kapucinusok közvetítésével, akár más módon képek, tárgyak, liturgikus tárgyak. Tehát a Szent Vendel kép egy ilyen nagyobb és jelentősebb alkotás lenne, egy egész alakos kép, amin láthatjuk Szent Vendelnek a teljes történetét leírva, hiszen eleve egy angol vagy ír királyfiról van szó, ott van a lábához letéve a korona és a jogar, mert hogy ő inkább a remete életet választotta, és hogy hát a legendája szerint, hogy ne tekintsék őt teljesen haszontalanul imádkozgató, meditáló személynek, ezért fogott a pásztorkodásba. Nem csak a bárányok fontosak körülötte, hanem elsősorban az ökrök, a szarvasmarhák. Szent Vendel a marhavészek ellen védte meg az állatállományt, és ezért volt olyan nagyon fontos. Mindenféle ilyen népi babona is fűződik hozzá az állatoknak az ivóvizébe, még inkább szentelt vizet is cseppentettek, csak hogy valahogy ezeket a marhavészeket, ami hát hihetetlen pusztulást és kárt jelent, valahogy ezeket a járványokat meg lehessen úszni, meg lehessen előzni. Tehát ez volna az egyik ilyen jelentősebb alkotás, a másik pedig egy utolsó vacsorát ábrázoló festmény, eredeti füzéres cof keretében egy igen-igen szép barokk alkotás a szokásos elrendezés szerint. Az utolsó vacsora képeknek szerzetes közösségekhez szokott köze lenni, tehát általában szokás volt, hogy a szerzetes közösségek refektóriumaiban, ebédlőiben ott vannak ezek a képek az utolsó vacsora meg az étkezések közötti párhuzam miatt, de itt sem tudjuk a kép ide kerülésének a pontos történetét. Összegezve elmondható, hogy az épület maga is egy igen értékes, egy abszolút a Fellner típust megtestesítő épület. A képek is nagyon szépek és értékesek a templomban, és ugyanakkor az is látható, ami általában a templomainkban mindenhol így van, hogy a közösség nagyon odafigyel erre a templomra, igazából a templom maga általában a közösséget testesíti meg, annak az összetartozását, és a templomot a kegyúrnak, a papnak, a püspöknek az ajándékain túl mindig a közösségnek a használata és a közösség szeretete tartja össze. És ez a közösség szeretete megnyilvánul abban, hogy számos kisebb ajándékkal, kisebb képpel, templomi zászlóval, a liturgikus tárgyakkal is ugyanígy gazdagítják a használat során egészen a mai napig. Az is elmondható, és nagyon jó is, hogy ebben a pillanatban vagyunk itt a templomban, hogy most éppen egy felújítás utáni állapot van, a templom nagyon szépen van újra festve, kifejezetten a korszaknak az ízlését megtestesítő módon egy nagyon, nagyon diszkrét új kifestést, egy teljes felújítást kapott először kívül, aztán a homlokzat, oldalhomlokzat, torony, tehát hosszú évek munkája nagyon-nagyon látszik, és a templom igen-igen szép most, úgyhogy én bátran ajánlom mindenkinek, hogy akár ezt a templomot, akár a többi templomot, akár a lelki felüdülés céljából, akár csak azért, hogy a templomok múzeumokhoz hasonló művészeti értékeit megtekintse, meglátogassa. Tataváros önkormányzat képviselőtestülete a Tatavárosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesíti a Gutai házas párt kiemelkedő pedagógiai, közösségépítő munkásságukért, a tehetséggondozás terén kifejtett sokrétű tevékenységük elismeréseképpen. Az a jó érzés, hogy nagyon sok őszinte gratulációt kaptunk, amit úgy éreztük, hogy szívből jön, és ez volt a legnagyobb kitüntetés, tehát felülmúlt a bármilyen díjat, mert a legfontosabb, hogyha érezzük az emberek elismerését és szeretetét. Na most a munkánk az nem azért történik, hogy bármilyen kitüntetést kapjunk, bármilyen kitüntetésben részesüljünk,
de a megszólításokból, sürgetésből, mikor láthatunk ismét, és mikor szerepelünk, már a versbarátokra gondolok, ez mindig nagyon nagy, nagyon jó esőérzés, és még a napokban is eltelt lassan egy, tehát több mint egy hónap még mindig vannak, akik megszólítanak, és örömmel, tehát jó, ez az érzés felülmúlja mindenféle kitüntetést, az embereknek a tisztelete és a szeretete. Én felvidéki vagyok, és a családban hagyomány. A pedagógus pálya, a nagybátyám, mind a két nagybátyám pedagógus volt, és az ő szellemiségük az meghatározta az én életemet is. A magyarság az nálunk az első számú. A magyarság fenntartása, ott mindenütt nagyon nehéz feladat, ahol kisebbségben kell élnünk. Mi a magyar-orosz-szlovák határon egy Szentes, Bodrogszentes nevű községben születtem, és bár szín magyar falu, de minden napokért meg kellett küzdeni, hogy magyaroknak maradjunk. És mindenképpen magyar történelem szakra szerettem volna menni, de akkor szlovák kormány ezt soha nem tette lehetővé, hogy magyar történelem szakot párosítson, így magyar-szlovák szakon indulhattam, és itt kezdtem Nyitrán a főiskolát. Még egyszer hangsúlyozom, a nagybátyám a középiskolai tanár volt, igen nagy magyar, aki szinte belénk oltotta azt a szellemiséget, hogy pedagógus a legjobb pálya, és valóban nem is csalódtam pedagógusnak lenni. Tényleg egy elhivatottság, ahhoz egy szerelem kell a gyerekek felé, és amit közvetíteni akarunk. A legnagyobb dolog, hogy valami olyat adjunk a gyerekeknek, ami plusz, ami jó, ami szép, ami emberi. És ezt próbáltam, amikor már pedagógus lettem. Tardoson kezdtem tanítani, és itt Tatán a Fazekas utcai általános iskolában. Hát közel 30-40 évig tanítottam, és ez volt a legfontosabb cél, hogy a gyerekeknek kell megismertetni, megszerettetni a magyar irodalmat, és érezzék, hogy magyarok, érezzék, hogy értéket képviselünk. Értéket tanulnak, ha magyar irodalmat tanulják, ha verseket tanulnak, ha olvasnak. Ez azt hiszem az egyik legcsodálatosabb dolog, magyar szakos tanárnak lenni. A tanítványnak szeretnék, meg hát azoknak, akik még hozzáadtak és beadták ezt a kérelmet, akik szeretném megköszönni azt, hogy mindezt megtették. Végülis a művészet, az agyagozás az gyerekkortól végigkísért. Mikor katona voltam, még a honvédségnél is kaptam külön műteremnek való helyiséget, és ott is csinálhattam, amit akartam. Ez ritka dolog, és jó, nem az első időkben, hanem az első 8 hónapban, mert akkor én is ott kusztam, áztam a folyosón, a fölmosorongyal, de azután különböző pályázatokra bekerültem, meg hát, ahogy idősebb az ember és megismeri itt is, hát természetesen a művészeti ágaknak is meg kell ismerni a mikéntjét, és ez nem is rövid idő. Én nekem csak éjszaka volt arra időm, hogy ezzel foglalkozzam, mert építkeztünk, gyerekek voltak, szóval megpróbáltatások időszaka volt, de hát az ember fiatal volt, szép volt, bármi, meg
mindennek lehetett örülni. Itt a, és mindig elmondom, és azt tudják is, hogy nem a, az én művészkedésem, mert nem is nevezem csak alkotásnak inkább, volt a lényeges, bár a világ minden táján megtalálhatók a dolgaim, mert én az iparművészeti vállalatnak dolgoztam, a Csók Galériának dolgoztam, de ez az ország legnagyobb megrendelője volt végül is, de hát természetesen csak olyan minőségi munkákat fogadtak el. Hát ez óriási dolog volt akkor, én azt hiszem, hogy tatán ilyet, már csak azért mondom ezt, hogy mert tényleg büszkeség, és hát azért kevesen tudják azt, hogy talán én voltam a legtöbb, aki szállított a iparművészeti vállalatnak. Hát ez rengeteg munka volt, de hát ez természetesen egy mellék jövedelem. Ként is volt fontos szerepe még azon kívül, hogy az ember alkotott. Tehát mindig alkottam, de azért, hogy ez olyan, mint egy testnevelés során, a gyerekeknek a testnevelő is bemutatja azt, hogy nem tudom én egy kézenállást, hogy természetesen addig, amíg fiatalabb. De én is úgy voltam, hogy itt beszélek a dolgokról, és nem csinálok semmit, az furcsa lett volna. Meg hát természetesen kedvem is volt hozzá, és sikerek is voltak. De a hatalmas élmény a gyerekeknek a sikere, és az, hogy a gyerekeknek milyen örömet okoz. Azt elmondani, az tényleg, ez megint nagyon-nagyon nehéz, azt csak látni lehet. És én büszke vagyok arra, hogy talán egy kis iskolából olyan eredményeket hoztunk a gyerekekkel, ami ritkaság, azért is kaptam én végül is a már előzetesen több miniszteri dicséretet, meg különböző elismeréseket, mert kis iskola létünkre annyi eredményt hoztunk, hogy, és mindig ez volt a célom, hogy megmutassuk meg, mint kis iskolák, hogy képesek vagyunk arra, mint egy nagy-nagy iskola, Vaszari vagy nem tudom. Tehát verseny volt mindig köztünk. De hát végül is, még egyszer mondom, a rengeteg idő és rengeteg energia kellett ahhoz, de az ember szívesen csinálta, és azért csináltuk végül is mind a ketten ezt, hogy a gyerekeknek hatalmas élmény és egy lendítő erő, és ez a későbbiekben megmutatkozik annyiban is, hogy a Tatán, Tata környékén az iskola rajztanárai azok a kezem alól kerültek ki nagy részt. Az igaz, hogy van, aki elfeledkezik róla, de hát azért a többség mindig megemlíti. János is nagyon szereti a verseket. Igazából talán verses kötetből több van, alkotásosokból is van bőven, de eléggé szét van szórva országba is, hát különböző helyekre, ahogy említette János. Hát a versek világa az közel áll a művészetekhez, a képzőművészethez, hisz egy alkotásból születhetett egy-egy vers, egy-egy nagyköltő tollából, és mind a kettő igencsak egy ilyen rangú művészet, úgyhogy igazából sohasem próbáltunk versenyezni, hogy most melyik a nagyobb művészet, meg mind a kettőnk elismeri a másiknak a dolgait. Én nem csak versekkel, hanem a időközben, mikor a fazekas iskolában tanítottam, volt lehetőségem, hogy elvégezzem a rendező és a drámapedagógiai szakot Székesfehérváron, és azelőtt is, mielőtt elvégeztem, de azután is igen nagy lendülettel csináltuk a színjátszó tanszakot és a színjátszást,
igazából színjátszó színpad, mindig más neve volt, egy-egy időszaknak megvolt a maga elnevezése, és igen, csak nagy örömmel vették a gyerekek, amikor egy-egy komoly darabhoz nyúltunk. Nagyon sok klasszikus művet vettem elő, de nagy gond volt, hogy nem volt forgatókönyv, tehát ezt át kellett írni. Úgyhogy Lakner Artúrnak a Édes Mostoháját, Édes Mostoha testvérekét írtam át forgatókönyv formájában, vagy a Két Lottit, de ugyanúgy az Életjátékát. És sorolhatnám, közel 30 olyan darabot rendeztem, ami nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek és a kollégáknak is nagy örömére szolgált, mert nagyon sok kollega is játszott, és mindig szeretettel emlékeznek rá. Amikor nyugdíjba mentem, akkor pedig egy évig szinte nem találtam a helyemet, lett volna itthon mit tenni, de valahogy éreztem, hogy kell valami olyat, ami mindenkinek jó, és ekkor döntöttem, hogy felhívást teszek, hogy azok a középkorúak, attól egész a 100 éves korig, aki szereti a verseket, jöjjön közénk, és így indult aztán a versbarátoknak a köre, ami most már lassan 10 éve, hogy működik, és ott aztán intenzíven és aktívan tudjuk a verseket, költőket áttanulmányozni, de nem csak áttanulmányozni, hanem egy-egy felkérésre, vagy saját magunk találunk ki, hogy most milyen költőműveivel foglalkozunk. Igen, csak komolyan készülnek, és most már számtalan fellépésünk, szereplésünk, felkérésünk volt, ami így aztán a vers az aktív része se lett az életünknek. Sokan mondják, hogy ha este nem tudnak aludni, akkor mondják a verseket, mert az talán adható lesz a számukra. Külföldre is már több helyen hívtak és hívnak, Felvidékre, nagy szalontára, testvér Szőgyénbe rengeteg fellépésünk volt, Nyitrán, Magyar Kanizsán. Tehát azért hívnak, mert valamit tudunk adni az embereknek, és remélem, hogy ez a lelkesedés, és ami a még nagyobb, az a szeretet, ami összeköt bennünket, mert most már közel 30-an vagyunk, abból általában 20-an szerepet vállalnak. Mind nagy lelkesedéssel és szeretettel csinálják, és nagy köszönetet ért nekik. Művészeti tábor beindulása szintén szívügyünk abban is a kezdetétől mindketten aktívan részt veszünk. Tehát, vagy Magyar Kanizsára, ha kellett menni, vettük időt vezetni. Tehát ez nem csak azért, mert szívügyünk, hogy ott az ott élő magyarok, az itteni magyar gyerekekkel ismerkedjenek, tudjanak egymásról, és ez nagyon jó, hogy barátságok szövődnek, nem csak felnőttek, de gyerekek között is ne kelljen megkérdezni, hogy ezek tudnak magyarul. Nagy János Rákóczi. Mi lehet téged, Búrs Irice madárka? Párom után nyögdécselek bezárva. Vaskalitkám csillog, ragyog, aranyos, de a lelkem, haj, a lelkem fenekéig zavaros. Mi lehet szőke asszony kék szemű? Társam után az én szívem keserű. Oroszlányom viaskodik csatában, én pedig len fogva vagyok büszke Bécsnek várában. Büszke Bécsnek rendeletes császár. Minek engem itt tartani bezárva? Miért leszked koronádnak gyémántja? Elbocsáthatsz, gyönge kezem koronádat nem bántja. Szabadságra könnyű módon szert tehetsz. Szőke asszony, elbocsájtlak, elmehetsz. Csillapítsd le lázadozó férjedet, béke
békességért haj, örömest odaadtak téged. Szőke asszony útnak ered, meg sem áll. Férje urát fölkeresi Újvárnál. Szólna is, köszönne is, hiába. Odaborul, mint a bokor, odaborul nyakába. Ingó, bingó, rózsabokor vállamon. Hozott Isten, édes, kedves angyalom, Isten hozott. Úgyha jöttél, szép virág, hogy eresztett volna másképp az a bécsi porkolá? Hátra tekint a szép asszony, de nem szól. Háta mögött áll a csekély, tudja jól. Császár küldte a csekélyemet utána, hallgatózni, leskelődni, békeszerző szavára. Lentulai Mária évtizedek óta segíti önkéntes szervező munkájával városunk kulturális, sport és közösségi eseményeinek megrendezését. 1980 óta vezeti a Fiatal Utazók Klubját, melynek lélekben még most is fiatal tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik nélkülözhetetlen háttérmunkájukat, legyen szó akár nagyszabású sportrendezvényekről, kulturális fesztiválokról vagy színházi előadásokról. Mária a mai napig töretlen lelkesedéssel végzi más irányú önkéntes munkáit is. Rendszeresen kézbesíti a nyugdíjasoknak a városi újságot, heti rendszerességgel női kondicionáló tornát tart. Tevékenységét számos elismeréssel, oklevéllel, emlékplakettel, kitüntetéssel jutalmazták. Tataváros önkormányzat képviselőtestülete Tatavárosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesíti Lentulai Máriát, a felnőtt utazók klubjának vezetőjét, a város civil szervezeteinek, különösen a sport, helytörténeti és kulturális közösségeinek tevékenységét több évtizede segítő szervező munkájának elismeréseképpen. Először is nem tudtam róla, hogy ilyen díjazásban fogok részesülni. Kaptam a polgármester hivataltól egy levelet, és akkor az jutott az eszembe, hú, biztos nem fizettem be az adót. És mikor kibontottam, akkor olvastam, hogy hát augusztus 20-án díjazásba fogok részesülni. Már egy bronzfokozatom már volt 2005-ben, és akkor ez egy ezüst. Most a fukkos társaim, meg a barátaim azt mondták, hogy ezentúl most már gyúrjak aranyra, most már. És hát kimondottan nagyon boldog vagyok most is még mindig, pedig azt mondtam, hogy minden csoda 3 napig tart, de hát ez most már tovább tart, mert még mindig kapok gratulációkat, és végeredményben a hátam mögött azért van egy csapat, akik nélkül az ember nem nagyon tud működni. Van, amit egyedül is csinálok, de van olyan, hogy a csapat is szükséges ahhoz, hogy valamit az ember elérjem. A Fiatal Utazók Klubja 1975-ben alakult, Haraszti Mihály volt az alapítója, és a munkaköri vagy kapcsolatai miatt őneké le kellett aztán adni, és a felesége vitte tovább, viszont őneki is ugyanilyen szempontból le kellett adni, és 1980 úgy volt, hogy meg is szűnik, és akkor 1980-ban a tagság szavazás alapján rám szavaztak, hogy vezessem én. És akkor elvégeztem egy ilyen klubvezetői tanfolyamot, és természetesen Haraszti Mihály és a Magdikának a segítségével azért kértem őket, mert ők mégiscsak tudták, hogy mit, hogyan kell, és nekem a Haraszti Mihály egy példaképem volt, aki a kirándulások, Magyarországon bejártuk ő vele még 3 napos kirándulásokon megyékre bontva, az egész országot végeredményben, és hát 80-ban még kicsit döcögősen ment, ugye az embernek minden még új tapasztalni kellett, és
aztán valahogy belejöttem, a társaim segítettek, és hát elértünk dolgokat, és tovább csináltuk a Haraszti Misinek a útján jártunk. Túrákat szerveztünk, kirándulásokat, amit érdekel, színházba mentünk hangversenyre. Ezek vannak ma is a palettán, de most már kevesebbet túrázunk, mert azért már idő elment, van akinek ilyen-olyan baja van, tehát most már csak itt a környékünkön. Azért itt a megyében is nagyon sok szép hely van, és húsvét alkalmával akkor csinálunk ilyen kirándulásokat kocsikkal, és bejárjuk a nevezetes helyeket a megyébe. Mi nem vagyunk sokan, 38 a létszám, de van, amikor kevesebben, van, amikor ilyen nagyobb kirándulások van, akkor majdnem mindenki eljön, sőt, Székesfehérváron is vannak barátaink, kimondottan nem fukkosak, de ilyen kirándulásokkor mindig eljönnek, és nagyon szeretnek bennünket. A Haraszti Mihály emlékére ültettünk az angol kertbe egy fát, és így emlékeztünk meg őróla. Azon kívül őróla neveztük el a január első vasárnapján az öreg tó körüli gyalogtúrát Haraszti Mihály túrának, mivel ezt ő vezette be, és 1975 óta, ha kisbalták esnek, esik az eső, hófúvás, ez nem maradhat el, úgy megyünk. Volt már olyan, hogy ónos eső esett, de akkor tényleg akkor egy héttel eltoltuk, és akkor, de nem maradhat el, megyünk. Vannak ilyen támogatóink is, akik nem klubtagok, de amikor például verseny volt a mini maraton vagy a tófutást, mikor csináltuk, akkor ők besegítettek a munkába, de ugyanúgy eljönnek ezekre a kirándulásainkra. Tehát nem bezárjuk magunkat, hogy csak a klubtagok, hanem bárki eljöhet velünk. És ezek a visszajelzések azt mutatták, hogy jól érezték magukat. Mert ugye 75 óta az ember, van olyan, hogy azért változik a tagság, mert amúgy, ha összeszámolom teljesen, 5 évenként szoktam csinálni egy ilyen nagyobb találkozót, akkor mindig meghívjuk a régi tagokat, és hát 100-on fölül van, akik már kimaradtak, de azért eljönnek erre az 5 évenkénti találkozóra. Január 11-én alakult a klub, és hát lehet, ha nagyon összeszedjük magunkat, akkor majd 2020-ba, januárba valamikor, akkor csinálunk egy ilyet megint. Nekünk minden hónapban megvan a programunk magunknak, hát nem csak magunknak, mert ugye azért a nyilvánosságnak is bemutatjuk, és a programjai például most majd októberi hónapban megemlékezünk az aradi vértanukról, akkor besegítünk a Művelődési Háznál a színház előadásokkor ruhatárba, aztán megemlékezünk a nyári emlékeket, felidézzük. Szóval ilyen kis, nekünk arra nincs pénzünk, hogy nagy előadókat tudjunk meghívni, de elmegyünk a másik civil szervezetnek az előadására, és akkor ott megkapjuk azt, amit magunk nem tudunk megcsinálni, mivel hogy hát ahhoz pályázni nem tudunk pályázni, mivel maradtunk csak a régi klubtagságban. Városi eseményeken általában mi így ilyen háttérmunkákat szoktunk vállalni, besegítünk mindenkinek, mivel hogy minden civil szervezetnek nem mindenki megy el dolgozni, és mivel hogy mi ezt felvállaltuk, hogy segítünk, ezért mi elmegyünk ilyen háttérmunkákat
csinálni, dolgozni, és ez jól esik nekünk, hogy másoknak tudunk segíteni. A civil hétben általában mindig részt is veszünk, ha olyan munka van. A civil társulásnak én tagja vagyok, mint magánszemély, mert mint klub, ugye, mivel nem vagyok egyesület, nem vagyunk egyesület, én mint magánszemély a FUK-ot képviselem, és minden hónapban, amikor van a civil szervezetnek a összejövetele és megbeszélése, akkor én ott vagyok, és akkor az ember mindig tapasztal, tud, hall valami olyat, amit tud magának is megvalósítani, de viszont mi meg fölajánljuk a munkánkat a civil társulásnak, hogyha van valami, például olyat, hogy a programokat mi hordtuk széllyel, vagy ha valami más munka van, akkor mi ott segítkezünk. 76 óta női tornát tartok a mai napig a Jászmin úti iskolában, és hozzáteszem, teljesen ingyen, én ezért semmit nem kérek. Akkor a Vízzene Virág Fesztiválon részt veszünk a munkába, amit el lehet képzelni a karácsonykor a eső embereknek a konyhájába, ott sütjük a kis mézes figurákat, csomagoljuk, és például a tavaly a határon túlra vitték a kis csomagokat, és ebben segítettünk. És hát én nem is tudom megmondani, ugye végeztük a futásokba a minimaratont, a tófutás, a Mikulás futás, a szilveszteri futás, ezeken mind önkéntesként részt vettünk, mindenféle térítés nélkül, és ha bárki segítségre kért bennünket, akkor mi odaálltunk, és tettük magunkat a munkához. Akkor még olyasmivel is foglalkozom, hogy a gimnázium, általános iskola, gimnázium, vagy például a névfőiskoláról, a civil szervezetekről, amit újságban találok cikkeket, azokat kivágom, és egy ilyen, én úgy hívom, hogy könyv, de ilyen füzetbe beragasztom, és hát az ember, ha azt mondják, hogy az ember arra ér rá, amire akar. Tehát én beosztom úgy a napomat, mintha nyugdíjas vagyok, de mintha dolgoznák. Reggel fölkelek, és akkor elvégzem a kis házi munkákat, és utána, mintha beülnék a irodámba, és akkor dolgozom, vagy megyek olyan helyre, ami érdekel, és akkor ezt meghallgatom, ugye a Népfőiskolának nagyon jó előadásai vannak, és azokat szeretem meghallgatni. És akkor azon kívül meg kedden, csütörtökön van ez a 10.000 lépés, most már 10-valahány éve csináljuk, ezt valamikor még a Horváth Zoltán, mikor még nem ment nyugdíjba, a sportreferens volt, akkor ő a FUK-ot bevonta segítségül, és a Cseketó körül egy ilyen körbe gyaloglást csinálunk, nem gyorsat, mert ide olyan embereket várunk, akik érrendszeri betegek, cukorbetegek, vagy nem mer egyedül menni, mert fél, ugye, hogy hát, ha valami történik, és akkor mi ott összejövünk, például októbertől már délután 2-kor, mert hamar sötétedik, és akkor egy olyan 40 perc alatt úgy körbe megyünk, és akkor úgy fölvidulnak az emberek, beszélgetnek, sütnek, főznek, pletykálkodnak, tehát elvonják a figyelmüket arról, hogy esetleg van valami bajuk, és akkor jól érzik magukat. És azon kívül kell is a mozgás az egészségnek a megőrzésére. És ennek a hív. Ma viszont már a mellrák napja van, és hát elfelejtettem kitűzni rózsaszín szallagot, mert azelőtt csináltunk olyat is, hogy ezen a napon egy ilyen
túrát csináltunk Tatán, és abba a túrában benne van, hogy egy hidon keresztül is át kell menni, és akkor, de most valahogy úgy ellaposodott ez a dolog, de hát ma kedv van, akkor lehet, hogyha jönnek, akkor majd ennek a nevébe fogunk körbe menni a Cseketó körül. Én Tatán születtem, az anyukája, mindegyikünk tataiak, és nekem szívügyem a Tata, és képes vagyok olyasmire, hogy ugye szerdai napokon én elmegyek a népfőiskola irodájába, és akkor mindig megkérdezem, hogy kell-e valami programot kihordani, mert én kihordom a programokat is a nyugdíjasoknak, akik nem tudnak eljönni, és utána, ha jövök a tóparton hazafelé, és látok egy csoportot, és tétován néznek jobbra-balra, akkor mindig megkérdezem, hogy tudok-e valamit segíteni, és akkor mondják, hogy hát ezt szeretnék látni, és én akkor mindjárt jön belőlem, hogy ez mi, az mi, és akkor magyarázok, és akkor örülök neki, hogy ők is örülnek, hogy valamit többet megtudtak arról a épületről, vagy Tatáról kapcsolatosan. Azon kívül a nyugdíjasoknak kihordom a Városkapu újságot is, és azt is ingyen, nem kapok érte semmi fizetséget, mert sokan panaszolták, hogy vagy nem kapják meg, vagy hamar elkapkodják előlük, és akkor én komolyan mondom, meg a újság tetejére ráírom, hogy kié, és én bedobom a leveles ládájukba, és hát na, ők is nagyon köszönik mindig, hogy megkapják, mert szeretik a, ugye ők vagy nincs internet, vagy és ők szeretik azt nézegetni, hogy a újságban, hogy mi van Tatáról. A jövőre nézve már kezdtem kigondolni, hogy húsvétkor jövőre, most nem megyünk máshova, csak Tatán leszünk, és le fogunk telepedni a tóparton, ahol a Mikovény Sámuel után van egy játszótér, oda letelepszünk, és akkor körbenézzük a szobrokat, mert ugye van, aki tudja, de mégis akkor történetéről mesélek nekik, mert én nagyon szeretek ilyen történelmi dolgokkal is foglalkozni, és akkor reméljük addigra már a kastélyba is bemehetünk, és akkor egy ilyen kastélylátogatás is, és a húsvéti túráink azok pedig olyanok, hogy a fiúknak saját verset kell mondani, és utána meglocsolják a lányokat, és mi meg piros tojást, és megköszönjük a versmondást és a locsolást, és ezzel úgy befejeződik. Úgyhogy jövőre Tatára tervezzük a kirándulást. A legszebb, amikor megköszönik, hogy köszönjük szépen a munkát, és ez a legnagyobb elismerés nekünk, nekem is. Az anyukám is hasonló természetű volt, és lehet, hogy amit ő nála láttam, lehet, hogy ez másokon segíteni, megpróbálni, ez motivál engemet is. Lehet, hogy ez az életem, hogy talán ez éltet, hogy összefogni embereket, vagy másoknak segíteni, és hát azt hiszem, ezt jelenti. Óta foglalkozik az Angyalok és Tündérek Galéria magyar képző és iparművészek munkáinak kiállításával, árusításával, kulturális események szervezésével.
Azt már kevesebben tudják, a művészetek megismertetése mellett Juhász Zsuzsannának több szenvedélye is van. Látványos ízelítőt ebből a Vízzenevirág Fesztivál ideje alatt adott barokk divat bemutatójával a közönségnek, valamennyi ruha az ő munkája volt. Iparművész vagyok, textil szakon végeztem, és utólag vizsgáztam le ruhakészítésből, tehát ehhez is van egy szakmai végzettségem, és napi szinten ruhákat tervezek, goblent szövök, goblent varrok, lakástextiliát is csinálunk, tehát párnákat igény szerint, de igazából konfekcióval nem foglalkozok, mert nem értek egyet a konfekcióval, mert ha Jóisten mindenkinek külön új lenyomatot teremtett, hogy teremtett volna egyforma alakot, és a konfekcióipar igazából arra törekszik, hogy mindenkit egy méretbe belezsúfoljon, de hát ez nem jó. Én nem a divatot követem, én a saját gondolataimat csinálom. Persze a kuncsaft igénye szerint, tehát nekem nagyon fontos, hogy az az ember abban a ruhában jól is érezze magát. Méretileg is, színvilágban és fazonban. Nem csak esti ruhákat, nem csak bocskai ruhákat varrunk. Ha valakinek bő a ruhája, ha szűk a ruhája, ha fel kell hajtani, erre mindegyikre vállalkozunk. Juhász Zsuzsanna 30 évvel ezelőtt nyitotta meg első szalonját Tatán, és szinte minden évben mutat be saját kollekciót. A személyre szabott tervezés mellett előszeretettel idézi meg ruháin a régi korok díszeit, hangulatát. Mai napig nagyon szeretem használni aranyat, ezüstöt, a díszítéseket. És nagyon megbecsülöm az anyagokat. Például, ami rajtam van ruha, ez apró pici darabokból készült. Nagyon szeretem a nemes anyagot, de soha nem pazar. A galéria vezetése és a ruhatervezés mellett Juhász Zsuzsanna egy merőben más területen is kipróbálta magát. Az elmúlt 5 évben a házi bombonok készítésébe is beletanult. Nekem a bombonkészítés sem munka, és a ruhakészítést, vagy akár egy lakástextil sem munkaként fogom fel, egy játékként fogom fel. Persze nekem is kell pénzt keresnem, és ennek ára van, de soha nem a pénzért készítem a dolgokat. Gyöngyökbe öltözött, csipkével díszített, gravírozott tojások pihennek a tartóban, nem húsvéti kiállításon járunk csupán Földesné Bálint Ilona otthonában. Különleges hobbi az övé, melyhez a kézművesség szeretetén át vezetett az út, és ami mára része a mindennapoknak. Üvegfestés vezetett rá tulajdonképpen arra, hogy először tojásokat kezdtem el festeni, és az interneten keresztül megismerkedtem a tojás csipkézéssel és a üveggravírozással, és aztán ráálltam. Nagyon beleszerettem, és azóta szinte csak ezzel foglalkozom. Az alkotó kiállításon 2011-ben mutatkozott be először, a pozitív visszajelzések után kezdett egyre bonyolultabb, látványosabb munkákba, ezekhez viszont már libatojást vagy strucc tojást kell használni. Jobb is vele dolgozni, mert vastagabb a héja, mint a tyúktojásnak. A tyúktojás az nagyon vékony, és az tényleg arra alkalmas, hogy az ember befesti. Ezt azért szeretem, mert nem csak kimondottan dísztárgy, használati tárgyak is, például ékszertartókat csinálok belőle, vázákat, kosarakat, lámpabúrát, tehát ami éppen eszembe jut.
A mintától függően egy-egy dísztárgy akár napokig is készül. Csináltam strusztojásból, most ugye húsvét előtt egy Jézus fejet töviskoszorúval. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy ne törjön el, meg a minta úgy alakuljon, hogy ne szaladjon az egyik bele a másikba. Földesné Bálint Ilona kézügyességével nem lenne könnyű versenyezni. Elmondása szerint ez idáig csak két struc tojást tört össze mintázás közben. Akár gravíroz, fest, üvegre, papírra alkot, a számára sokkal több, mint egyszerűen időtöltés. Ez nagyon fontos nekem. Hogyha én ezt nem tudom csinálni, akkor az nagy tragédia lenne.